Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és jöjjön a GTA 5 Ghost Recon Wildlands, igen, Ghost Recon Wildlands bemutatója és véleményezése. Az első akadályot kezdődik, hogy regisztráltam arra, hogy kapjak egy bétára, zárt bétára egy meghívót, de nem kaptam, de ezért vannak az emberek barátai, úgyhogy Falko, köszönöm szépen, hogy dobtál nekem egy meghívót a GTA 5 zárt, Ghost Recon Wildlands zárt bétájára, és elhozhatok nektek egy videót erről a játékról, amiről néhol meglepetés, néhol pedig meglátjátok, hogy miről fog szólni a téma. Nos, miket lehet csinálni ebben a Ghost Recon Wildlands-ben? A játékot úgy indítottam, hogy egy tonnányi grafikai opciót be lehet állítani. Szóval én is nekifutottam, hogy a laptopon legyen egy megfelelő grafikai mennyiség és egy FPS mennyiség is, valahol a kettő átmenet között, mert az Uber Pro grafikát azt azért annyira ugye nem bírta volna, csak olyan 30-25 FPS-sel, de az ultra gagyi grafikára se voltam annyira kíváncsi, és ami nagyon kellemes volt ebbe a grafikai menübe, hogy kis képen láthatod azt, hogyha valamit bekapcsolsz, vagy kikapcsolsz, mi hol változik, és ez egy tök jó dolog, hogyha sikerült egy balanszot megütnöm a Ghost Recon Wildlands-en. Ez egy nagyon jó hír azoknak, akiknek kicsit gyengébb gépük van, és szeretnének ezzel a játékkal játszani, és ebben a szempontból, ezt a szempontot véve, hogy akinek van egy gyengébb gépe, de szeretne hasonló játékkal játszani, akkor ez egy no-brainer vétel ez a játék. Nos, ami még fantasztikusan kiemelendő, a karakter készítés gyakorlatilag, és az azt kell mondjam, hogy nem túl sok, és nem túl kevés. Pont megütik a szintet részletességben, pont megütik a szintet, hogy ne váljon túl unalmassá, hogy még a szemöldök színét is be lehet állítani ennek a szerencsétlennek, és nagyon jó stílusos felszerelések vannak, jól néznek ki a karakterek, jól lehet őket megcsinálni, és nagyon eredeti ötlet, hát valahol eredeti és valahol ilyen hétköznapi ötletek, és úgy mindenki megtalálja a számítását valahol a karakter készítésben, és ez egy nagyon kellemes csalódás volt mindenképpen. A másik nagyon kellemes csalódás volt az a fegyvereknek a készítése volt tulajdonképpen, és mármint, hogy lehet összeállítani a fegyvereket. Egészen apró részletekig kiszínezhetsz mindent, összerakhatod úgy, ahogy neked tetszik, és mindezt megfejelték egy skill táblázattal is a játékba, hogy karakterfejlődés táblázattal a játékba, ami nagyon jó összhangban van így a fegyverekkel, gyakorlatilag, meg a skillekkel. A skillek, amiket összeszedsz játék közben, és ahogy ezek alkalmazkodnak a fegyverekhez, ez nagyon jól ki van találva. Nos, srácok, röviden ennyit az intro részéről. És hogy ezen túlestem, hogy beállítottam a karakter, beállítottam a grafikát gyorsan helyből, ahogy illik is, belevágtam a multiplayer kalandokba. Úgyhogy miután csalódtam az emberi butaságban, fogtam, és gyorsan szólóra váltottam. Az igazság az, hogy addig, ameddig ez a játék így be nem olvad, így a gamer közösségben minden küldetés multiplayerben egy pain in the ass lesz. Ha nem a haverokkal játszotok, négyen nekifogtok, vagy ketten, ahányan jól esik, nekifogtok, és együtt viszitek együtt külön a küldetéseket, akkor ez egy halott ügy, mert hogyha sok
idegen kockával nekifogtok, itt ti majd ott zúztok, akkor úgy jártok, mint én. Úgyhogy én fogtam magam, és voilà, szólóba is raktam a játékot, és ami egy jó dolog hozzá. Internet kell hozzá, hogy működjön a játék, szóval. De hogyha útközben megszakad az interneted, ahogy én is jártam valami oknál fogva, a játék megy tovább, és ez legalább egy jó dolog, tehát nem az van, hogy megakadályoz. Szóval visszajön a neted, ráfrissít a cloudra, aztán el van intézve. Ímen. Nos, lássuk, hogy mit tud nyújtani nekünk ez a kis Ghost Recon Wildlands. Gameplay szempontjából a téma maga egyszerű és nagyszerű, fel kell számolni Bolíviában egy hatalmas kartelt, és de ez, ahogy elnéztem a térképen, hogy hány minibosszon kell túljutni, az még a Tom Clancy Divisionje is bele tudna sárgulni egy adott ponton. Szóval gameplay óraszám szempontjából ott van a szeren, nincs vele gond, el lehet vele játszani, és itt jön a nagyon szép a környezet, egy kicsit furcsa, hogy az emberek olyan emberek fordulnak elő olyan helyeken is, hogy így mi van? Tehát így értem, mész az őserdőbe kb. A szintes ott sétál melletted egy paraszt leánka, mert hogy oda renderelte a gép, csak hogy legyen valami forgalom a játékban, ne tűnjön úgy, hogy teljesen magányos vagy. De nem, ez csak hozzárak a hangulathoz. Gyönyörű a tájak mindenképp, és ez csak egy részlete volt. Egy mini térképe volt ennek a hatalmas pályának, vagy ennek a hatalmas játék univerzumnak, az az igazság, amit megkaptunk itt a Close Beta-ra, és hatalmas potenció volt benne, gyönyörű, tehát ilyen hegyek, erdők, minden, és ha jól láttam, hogy a trailerekből lesznek itt sivatagok, mindenféle ilyesmi, és ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hálásan fogadtam én, legalábbis ugye ilyen lesz a játék, ilyen változatos lesz legalább környezetre. Miért mondom ezt? És ha bár haverokkal játszva, tehát hogyha vannak haverok, akik leülsz ezzel játszani, a játék újrajátszhatósági faktora, ez nagyszerű. Tehát tök jó, ó, mi ez van kedvem? Hát önk egy kis Ghost Recon Wildlands, de már 10-szer kitöltük, nem baj, móka volt. Tudjátok, ilyen a Ghost Recon Wildlands, haverokkal ott van, nem baj, móka volt, én csináljuk meg, zúzzuk le annak a bossnak a képét, tök jó van csinálva. A másik pedig a balansz az easy és a hard között, és a balansz az easy és a very hard között, azt kell mondjam, fantasztikum. Tehát, hogyha easy játszol, akkor ilyen nem kell gondolkodni semmire. Te mind Rambo bemész, bim, 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 éppen csak egy kicsit elbújsz fedezék mögé, de mindent el tudsz intézni Rambo módjára. Vágod? De hogyha igazi, tényleg kihívást, nem igazi kihívást, igazi szórakozást és egy ilyen taktikai megbeszélést akarsz a haverral, akivel játszol, akkor ezt beállítod Ghost Recon-ra, Ghost Recon szintűre. Tehát ilyen tényleg felveszed a nehézségi szintet, és akkor kénytelen vagy drónozni, kénytelen vagy elbújkálni, kénytelen vagy szinkronizált shotokat megjátszani, és a többi, mert ha easy-n toljátok, a médiumot nem is teszteltem, hogy őszintén legyek, tehát ha easy-n toljátok, akkor tényleg ilyen no-brainer Rambóként bemész, és lezúzod a képüket, de hogyha tényleg hardon, vagy very hardon toljátok ezt a játékot, csak haverokkal úgy érdemes, én azt mondom, akkor nagyon szórakoztatási faktor tud jutni, és újrajátszhatóságot is tud nyújtani ebből a szempontból. No, de miért mondom ezt, hogy újrajátszhatósági faktor, és hogy miért mondom, hogy ilyen nagy különbség van az easy és a nehéz szint között? Már bocsánat, félig angol, félig magyarul beszélem, mindegy. Azért, mert a mesterséges intelligencia ebben a játékban annyira buta, de annyira buta, hogy gyakorlatilag neki rohan a golyóknak, szóval easy szinten pont úgy megfelelően, hogy nem veszed észre annyira, hogy ez ennyire buta mesterséges intelligencia, és easy szinten eléggé kijön, de a legnehezebb szinten gyakorlatilag kapsz egy golyót, és már haldoklik a karaktered, úgyhogy, ja. De attól függetlenül ugyanolyan buta lesz a mesterséges intelligencia, csak ha kapsz egy lövést, akkor rögtön kénytelen vagy fedezékbe menni, és emiatt egy kicsit taktikusabbá válik a játék, és jobban oda kell figyelje, arra kell jobban odafigyelje, hogy leszed úgy az ellenfelet, hogy esetleg ne vegyél észre többi 50 ellenfél, mert az a többi 50 ellenfélnek csak annyi van beprogramozva, hogy bújjál be egy fal mögé, lője egyet, amiben te belehalsz gyakorlatilag. Úgyhogy, ja.
így érdemes csinálni a Ghost Recon Wildlands-et, azt hiszem, hogy egy nehéz szinten haverokkal, és akkor az újrajátszhatósági faktora is fantasztikus. Na de, mi van akkor, de Necro, én nem szeretek a haverokkal játszani. Na ja, akkor viszont a játék nagyon egyszer játszol, sőt, várjatok, csak inkább csak félszer játszós, vagy várjál csak inkább... elég unalmas, azt kell mondjam. Szóval tök jó, mert jó dolgok vannak. Tehát egyszer játszós a játék, érdemes megvenni, akkor is egy kicsit gyengébb géped van, elfut rajta, de ha szólóban fogod ezt letolni, akkor van egy olyan érzésem, illetve nekem úgy tűnt, mert én is szólóban, amikor kipróbáltam, úgy tűnt, hogy ez nem az igazi szólóban. Miért? Mert a küldetések maguk elképesztően repetitívak. Tehát vagy lopd el a helikopter, lopd el a kocsit, öld meg ezt, iktasd ki ezt a targetet, és ilyen mellékküldetések vannak. A főküldetésekben nem, tehát ebben nem nyilatkozhatok, de valószínűleg lesz némi változatosság, de a végső soron akkor is az lesz, hogy iktassuk ki azt a minibosszt, amíg el nem jutunk a nagy bosshoz, és ahogy lépkedünk a bosszok felé, valószínűleg egyre nehezedik a történet, és egyre komplexebb helységekbe kell betörni és felszámolni egyre nehezebb bandákat. És ez easy szinten tényleg easy az egész, és az egyetlen kihívás és szórakoztatási faktort akkor már csak a történet fog nyújtani, és maguk a boss fightok. No most viszont, ami kellemes meglepetés ebbe az egészben az az, hogy a skill pontok, amiket gyűjteni kell, hogy szintet lépjél, azokat úgy tudod elérni, hogyha mellé küldetéseket is csinálsz. Tehát olyan okosak voltak, hogy kitalálták azt, hogy értelme legyen mellé küldetéseket csinálni, kapsz extra ilyen gyűjtögetni való dolgokat, amiket hozzátársítottak ahhoz, hogy a lázadók ...nak a segítségére van, mondjuk mit tudom, üzemanyagot gyűjtesz a lázadóknak, gyógyszert gyűjtesz a lázadóknak, stb. És minél több gyógyszert, üzemanyagot, rádióállomást szabadítasz föl, annál több pontod lesz, és ezeket a pontokat felhasználva a skill pontokkal együtt, amit szerzel, gyakorlatilag felhasználhatod arra, hogy a karaktereddel szintet lép, és a fegyvereiden szintet lép. Úgyhogy ki van találva? Tehát ki van találva az a farmolás része, a konkrét farmolás része nagyon okosan van kitalálva, és így kénytelen vagy elmenni melléküldetésekre, és tehát egy pályát teljesen ki kell gyakorlatilag fullozzál egy részleget a pályán ahhoz, hogy jól haladja skillpontokkal, fejlődj a fegyverekkel, hogy esetlegesen, hogyha nem a legkönnyebb szinten játszol, akkor a következő boss harcig megtaláld a kihívást. Tehát a következő boss harcon könnyedebben tudjál végigmenni, ne az legyen, hogy ott kilódsz a szar fegyverekkel gyakorlatilag. A fegyverekkel ön kellemes lőni, egy picit zavaró, de nem meg lehet szokni a zoom, hogy teljesen bezoomol ilyen TPS, nem ilyen, mi ez, ilyen first person shooterbe bezoomol, tehát gyakorlatilag ez egy kicsit furcsa volt, de nem szokatlan. Az autó hogy mondják ezt, tehát ezt az autó fedezékbe vonulás, ez annyira nem működik a játékban, hogy észrevettem, de ez se zavaró, hogy őszinte legyek, és nagyon, tehát a játék így ebből a szempontból játszható. Viszont ha szólóban tolod, akkor nagyon repetitívvé válik. A melléküldetések már megint, mert skillpontra kell gyűjteni, már megint jön egy boss harc, már megint, és megint meg kell ezt csinálni, megint. Arra jöttem, hogy nincs izém. De azt meg kell hagyni, hogyha elsőre játszol vele, tehát elsőre játszol vele, az első pár pályáig, az első pár minibosszon túljutva, azt kell, hogy mondjam, hogy a játék szórakoztató lesz, és még a melléküldetések is szórakoztatóak lesznek, csak van vagy 50 boss, amin végig kell megy. És mindig pályán az lesz a feladat, hogy lopjál egy helikoptert, állítsál meg egy konvojt, vagy nem tudom, szabadíts el egy rádióállomást, akkor elég uncsi lesz. És amúgy a melléküldetések, tehát tényleg ilyenek vannak, hogy szabadíts el egy rádióállomást, amit meg kell védeni mondjuk 2 percig. Állíts meg egy konvojt, amit aztán csinálsz helikopterrel, kocsival, tankkal, ha éppen lesz benne egy tank. Tehát akárhogy csinálhatod a játékot, csinálhatod magadnak izgalmassá,
De azt hiszem nem kerüli el azt a faktort, hogy egy kicsit repetitív lesz az egész dolog. Nos, srácok, végső vélemény, a játék jó, erős gépre, gyenge gépre, haverokkal szórakoztató és kiváló játék is, időeltöltés, azt kell mondjam. Szólóban egyszer játszós, attól függetlenül megeshet, mert ugye ez nem full játék, megeshet, hogy egy adott ponton repetitív lesz, de attól függetlenül azt hiszem, hogy ez egy kellemes szórakozás, de nem überfasz a szórakozás, értitek? Tehát van az a játék, ami ez igen, kategória. A Ghost Recon Wildlands nem az, de viszont ha ilyen nincs, tehát van az emberek egy főjátéka, mint ahogy nekem van a Warframe, a Call of Duty, és ezekkel játszom többnyire nap, mint nap több időt, de amikor tudod, egy kicsit chillelnék, akkor Ghost Recon Wildlands, ez egy kicsit chilleljünk játék, és arra megfelel, hogy megéri azt az árat, amit elkérnek érte, lehet, hogy érdemes megvárni az akciót, de akkor viszont érdemes megvenni is, az a lényeg. Szóval Ghost Recon Wildlands kap egy okét nálam, egy okét. Nem kiváló, a beta legalábbis az árnyék, nem kiváló, de nem rossz. Szóval az úgy nyélbe ütöttek valamit vele, azt kell mondjam. Egy kellemes szórakozás volt. Szerettem mindig is a Ghost Recon military játékokat, úgyhogy ezzel sincs különösebb baj. És korrektül meg van csinálva. Bárkit lelőhetsz, leszúrhatsz bármilyen kocsit, ellopasz. Tehát ilyen GTA 5-ös feelingre ki van élezve, azt kell mondjam, az megvan benne, nem mellesleg, hogyha nem vagy a GTA 5 fanya, hanem inkább a katonai jellegű valamiknek vagy a fanya, akkor ezt megkapod itt. Ghost Recon Wildlands, ez tényleg egy oké játék lett. Srácok, ha tetszett a videó, akkor toljatok egy lájkot, iratkozzatok föl a következő videóig. Sziasztok!